megkérdőjelezi és figyelmen kívül hagyja az alkotmány tiszteletben tartásának kötelezettségét Diana Sosvak, ezért nem vehet részt az államfőválasztásokon. Így foglalható össze röviden az Alkotmánybíróság által közzétett indoklás az ügyben. Puskás Bálint volt alkotmánybíró szerint, a talárosok jogilag téves döntést hoztak. Közzétette hétfő este az Alkotmánybíróság az SOS Románia párt elnöke Diana Sosak elnök jelöltségét elutasító határozatának az indoklását. A taláros testület úgy értékelte, hogy Sosak nyilvános állásfoglalásai, valamint az alkotmányos értékekkel ellentétes meggyőződéseinek hangoztatása, valamint bizonyos nyilvános rendezvényeken való részvétele Románia elnök jelöltjeként megkérdőjelezi és figyelmen kívül hagyja az alkotmány tiszteletben tartásának kötelezettségét, amikor az állam alapvető értékeit semmibe véve az EU és NATO tagság megszüntetéséről beszél. Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát garantálja a Románia alaptörvénye, de a talárosok szerint nem tolerálhatók az anarchista megnyilvánulások a közéletben. Az, hogy Diana Sosak véleménye eltér a demokratikus értékektől, nem jelenti azt, hogy nem vett részt az államfőválasztásokon. Ezt sehol nem írja az alaptörvény, mondta megkeresésünkre Puskás Bálint volt alkotmánybíró, aki szerint az indoklás politikai jellegű. Ez egy ilyen politikai megfogalmazás, nem tartom helyesnek az alkotmánybíróság döntését és szempontot. Sosakot nem szeretem, nem azt mondom, hogy utálom, de nem szeretem, de alkotmányjogi szempontból én, mint alkotmányjogász azt mondom, hogy itt az Alkotmánybíróság tévedett, mert ilyen indoklással nem lehet valakit félreállítani a jelölt. Hogyha ő egyedül szavaz magára, oké, hogyha két millió szavaz magára, oké, de meg kell engedni, hogy nyilvánítsa ki a választó polgár a véleményét ezzel kapcsolatosan. Az ügyben az RMDSZ vezető politikusai is állást foglaltak. Meglátásuk szerint nagyon veszélyes precedens teremt az alkotmánybírósági döntés, mert magatartásra alapozva gátolja Sosak indulását a választásokon, mert ilyen alapon a jövőben is bárkit ki lehet zárni, puszta szimpátia, antipátia alapján.